Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Huvian vagyok. Hát kezdeném rögtön egy fél percbe elmagyarázom, hogy remélem, hogy ennél a videónál már semmilyen felbontásos baki nem fog szóba jönni. Szeretnék kitérni arra, hogy ugye az előző videónál az volt a baj, ami miatt a két oldalt, a fekete csíkot láthattátok, hogy ablakos módba futtattam a Metint 1280x768-as felbontással, viszont emellé szerintem igen, az ablakos felbontás lehetett a baj egyébként. Na most megpróbálunk egy másik verziót. Szintén ablakos módba futatom most megint a Metint, viszont annyi különbség, hogy már nem 1280x768-ban, hanem 1600x900-as felbontásba. És hogyha ennek is lesz a két szélén egy-egy fekete csík, akkor az utolsó variáció pedig tényleg a teljes képernyős futatás, amit sajnos csak azért nem szeretnék egyébként beiktatni, ám bár tudom, hogy az lenne a legjobb. Ugyanis, hogyha teljes képernyőn futtatom a játékot, akkor nem tudom a videózás közben megnézni, hogy hogy áll a videó felvevő. Tehát nem tudom megnézni, hogy hány perce megy, leállítottam-e, nem állítottam le, stb. Úgyhogy mindenképp ragaszkodnék ugye az ablakos verzióhoz, viszont ha nem jön be, akkor kénytelen leszek ugye teljes képernyővel csinálni. Ha meg az se jön be, akkor viszont visszaállok az eredeti felállásra, tehát ahogy régen is csináltam igazából. Úgyhogy most ez a pár videó, ami volt, és pár videó, ami lesz, ezek ilyen teszt jelleggel futnak most, aztán meglátjuk, hogy mit sikerül kihozni belőle, hiszen tény és való, hogy azért, ha nem is annyira idegesítő, de azért egy kicsit gáz, hogy volt az a két fekete csík alul és felül, vagyis egy-egy. Na, a másik, hogy tegnap ugye oroszlán volt végre, mint hátas, ugye drop, és végre sikerült szereznem, ugyanis nem az volt a baj eddig, hogy nem tudtam szerezni oroszlán, mert nem esett, hanem egyszerűen, konkrétan, egyszer se láttam, hogy lenne. Tehát itt igazából a fő gond az volt, tudom, hogy itt a penge olcsó volt, mint ahol az előbb megvettem, ez mindig előfordul, mert nem is érdekel. Ugye az volt a fő bajom igazából, hogy amikor esett oroszlán, akkor én vagy nem akartam ütni, vagy nem hirdette senki, hívásban nem írtak. Ugye mindig figyeltem, hogy ugye milyen hátosok vannak. Volt mindenféle, moa, farkas, tigris, talán még egyszer rénszarvas is, bár a rénszarvast is nagyon ritkán látom, hogy valaki mondja. És tegnap viszont már tudtam, hogy el kell kezdenem farmolni mindenképp, ugyanis már le is járt a hátasom egyébként. Most még pár percen volt, amikor beléptem, gyorsan farmoltam még egy kicsit bariba, mert benn voltam. És mire most kijöttem, már le is járt. Úgyhogy most pedig vadászok egyrészt könyveket, mert fogyóban van. Meg változást tekint, ugyanis nincsen, és próbáltam ütni, de nem sikerült, úgyhogy kénytelen leszek venni. Úgyhogy nagyon nagy mákom volt, viszont úgy képzeljétek el igazából, hogy ütöttem, és hát el akartam kezdeni hátast farmolni, akkor még nem tudtam, hogy oroszlán esik, és rögtön a legelső metimből kiesett egy oroszlán, nem hittem a szememnek, mondom, ilyen a mesében nincsen, de olyan ízenek éreztem, olyan sorskeze, vagy én nem is tudom, ugyanis mikor leütöttem a követ, mintha a lelki szemeimben láttam volna, komolyan most nem félre beszélek, vagy ilyesmi, hanem esküszöm, mintha láttam volna, hogy előre kiesik. Tök durva volt, és így is lett, meg is lett. Na, csak egy félelem kell közben, meg akkor a változást. Te ki lehet, hogy közben elhagytam már, mert sajnos dumálás közben nem nagyon tudok odafigyelni, de most mégiscsak ehhez folyamodok. Úgyhogy nagyon örültem neki, és azt képzeljétek el, hogy ez kb. 7:30 tájékán volt, és 9 óráig végigütöttem, ha nem is másfél órát, de 1 óra 15 percet biztos, talán egyszer vagy kétszer mentem ki dohányozni, ami gyakorlatilag egy 5 perces műveletet vesz igénybe, és utána pedig egy darab se esett már, úgyhogy vagy nagyon pekhes voltam az utáni időben, vagy úgy gondolta a játék, hogy esett egy, most már ért be ezzel és elég lesz. Csak ugye én irtozatosan szeretem az oroszlánt, ahogy velem együtt még szerintem nagyon-nagyon sokan mások is, hiszen ugye az oroszlánnak van, hát papíron mindegyik hátas ugyanolyan gyorsan szalad, de mind tudjuk, hogy az oroszlán a leggyorsabb. És éppen ebből kifolyólag ugye az is, hát nem azt mondom, hogy a legjobb, mert ízlések és pofonok van, akinek más jobban tetszik. Tehát például, ha a mozgási sebességet nem veszük figyelembe, akkor nekem a rénszarvas például kifejezetten tetszik. Csak hát ugye az sem olyan gyors, mint az oroszlán. Úgyhogy én is ugye mindig próbáltam oroszlánra hajszolni, hogy ugye hátra sikerül azt ütni, és végre ugye sikerült. Na, közben mi kell, nekem félem, itt pont volt egy félelem, legalább akkor ezzel nem kell foglalkozni. Most én úgy szoktam csinálni, hogy a penge 800 000, a félelem vértezés 300-300, és az örvény az pedig maximum 200 000, én ennyit szoktam rájuk szánni. Nem nagyon foglalkozok azzal, hogy mennyire adja valaki, ha ennél olcsóbb, vagy pont egyenrangú, vagy egyen áron rakja ki, amennyire én gondolom,
akkor abban a pillanatban megveszem. Tehát én nem szoktam azt csinálni, hogy így végignézem az összes boltot, és akkor majd egyszer lesz. Persze van az az időszak, amikor kénytelen vagyok ezt csinálni, hiszen hogyha megszorulok anyagilag, akkor nincs mese. Na most például 600 ezer itt van változás teki, szinte biztos vagyok benne, hogy valaki 500 ezer is árul, de egyszerűen nincs kedvem végignézni minden. Imádok boltot nézegetni brutálisan, de csak akkor, hogyha van pénzem. Na most valljuk be, GF-en a 20 millió az nem pénz. Tehát sajnos ebből sok mindent nem tudok, ja, a vattant nem kéne használni. Ám bár ugye vettem újat, úgyhogy most van tartalék. Na, kiváltom gyorsan akkor a hátast, meglátjuk, hogy hány napos lesz. Ugye, ezt még gyorsan megvárjuk, aztán tovább is megyünk majd a témáimra. A mai videónak a témája is elsősorban egyébként a küldetések lesznek, szóval küldizni fogunk, nem tudom, hogy meddig jutok velük, vagy meddig sem, mesélek egy kicsit. Úgyhogy javarészt mondom, a küldiről fog szólni igazából az egész videó. Na, tanúsítvány cseréje hátasra, ezt mondjuk touchpaddal csinálom, mielőtt valamiért mondjuk kivált nekem egy XP bónuszt az egerem a rohadt kattintás miatt. Azt mondja, hogy most választ bónuszt, védelmet szeretnék választani. Igen, bölcs döntés, sok szerencsét király, most már visszakapcsolhatjuk az egeret. Azt mondja, hogy nagyszerű. Na, azt mondja, hogy 7 napos ugye, ráhúzzuk az elsőt. Igen, megtaláltam, 7 naposból lett, mert csak egy napot rakott rá, nagyszerű. És a következő pedig megint egy nap, de köcsög, kétszer egy nap. Hát, de jó, mindegy, akkor 9 napos lett, ez van. Jó, na, akkor menjünk tovább. Na, folytatjuk is, csak közben váltottam CH-t, mert rájöttem, hogy el kéne rakni a raktárba a cumókat. Aztán szép sörbe akkor megyünk, először leadom a kelmét. Aztán utána elmegyünk az alkimistához, ugyanis elfogyott a sárkány szem ereje többek között. Meg lehet, hogy kombinálni is tudok, ugyanis már napok óta nem néztem az alkimiáimat, úgyhogy előfordult, hogy tudunk alkotni valamit. Jó, na, nem akarok rögtön mindenbe belevágni, úgyhogy menjünk szépen sorba, ahogy az előbb mondtam. Akkor menjünk el először a kelmért. Aztán az alkimista után majd belekezdek egy másik fajta témába. Igen, meg is van. Azt mondja, még 26 darabom van jelenleg, úgyhogy még kell 14 darab, ami nem mostanában lesz meg, van egy olyan érzésem, de kitartunk. Na, végül semmiben nem kell ide jönni 3 óránként, vagy amikor éppen tud az ember. Na, azt mondja, hogy akkor rohanjunk az alkimistához, aztán meglátjuk, hogy mit tudunk csinálni, remélem valami érdekeset is össze tudunk hozni, milyen faja lenne már valami legendásat csinálni így videóba. Igen, a sárkány szem erejét azt köszönöm, és akkor lássuk, na, gyémántból tudok egyet kombinálni, sikerült, metszetből is van 2, nem sikerült, hát ebből a legendás amúgy se lehetett volna, úgyhogy mindegy, jáde, abból viszont, hát abból se lehet, mert metszettem sajnos nincs, most már van, zafír, talán a zafír az egyetlen, amit eladnék, hogyha lenne legendás, mondja PvP és alkimia, én még nem azt mondom, hogy nagyon távol állok a PvP-től, hanem konkrétan mérföldekre állok a PvP-től, tehát nem sok hasznát venném a dolognak. Na most, hogy alkimiáztunk, adjuk le a küldetést, ugyanis, még mielőtt leadom, azért elmondom, hogy mi volt a küldetés, ugye Sunnál volt egy olyan küldi, hogy kaptam komorfamaszkot, el kellett menni lángszellemeket ütni, azok átalakították ezt a komorfamaszkot elbűvölő hamuvá vagy midé, még ki kellett talán ütni, ja, jégrögöt kellett kiütni még, de az egy füstet rögtön meg volt, amikor elmentem emiatt hogy hívják ezt? Kék kristály eszenciás küldi miatt, amikor elmentem Szoharra, rögtön kiesett a 10 jégrög elsőre, tehát így talán 2 percet, ha ütöttem értük. Kaptam érte fekete jeget, amit el kellett vinni lélekbarlang egybe a sötét oltárhoz, az pedig átalakította nekem... Nem alakított át semmit, hanem azt kellett beáldozni. És akkor most vissza kell jönnöm Sunhoz, és ugye ez volt az a küldi, ami állítólag 120 millió XP-t ad, ha jól emlékszem. És erre mondtam azt, hogy ha ez is be van szorozva, akkor az durva lesz, ugyanis összesen kell 252 millió XP most 12%-on, tehát lássuk, hogy mennyit fogok kapni, rohadt kíváncsi leszek, de még ha csak 120 milliót kapok, az is sac per kb. Olyan, hát 40% körül lehet, talán egy kicsit több. Na lássuk, gratulálunk itt a jutalmad, igen, csak 120 milliót kaptam idézőjelbe, és összesen 40, hát majdnem 41%-ot, 40 és felett talán annyit adott, ami nagyon szuper, azt hiszem, hogy ezekre már nem tudok rakni, szuper. Jó, hát azért ez is dobott rajtam ennyit, úgyhogy azért az nagyon király. A vörös italra nincs szükségem, és akkor kinyomhatom elvileg, nem is tudom melyik küldi volt, vissza Sunhoz. Úgy hallottam, hogy néhány szörnyet láttak ország egyes részeiben. Ja igen, 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 most van az, hogyha átmegyek map 2-re, akkor megjelennek mindenféle szörnyek egyébként. Hát menjünk át kíváncsiságból, vagy találunk-e esetleg mindenféle. Ugye úgy van, hogy most elvileg el vagyok átkozva 7 napig, ha jól emlékszem, akkor 7 nap.
és hogyha ez időtájt bemegyek map 2-re, akkor megjelennek a városban, vagy város közelében mindenféle ilyen különleges mobok, amik ugye a kisebb játékosokat terrorizálják. Én nekem most nem ez a célom, hogy terrorizálj... Hoppá, igen, a biológus mondjuk már vagy 2-3 napja elfelejtettem leadni. Ideje lenne. És el is fogadtam már csak 8 darab jéggömbket, nagyon jól hallok vele egyébként. És most kiegészíteném magamat a BIOS-nál, hogy sikerült a penge tegnap és ma is. Várjatok, nem, az lehetetlen. Nem, akkor szerintem tegnap nem sikerült, ma sikerült, az biztos, és már csak 3 darab kell G1-re. Úgyhogy közel, közel, nagyon közel van a vég. Na szóval ott hagytam abba, hogy ilyen mindenféle különleges szörnyek léphetnek itt be. Na most elvileg valami olyasmi van, hogyha találok egy ilyen szörnyet, akkor vissza kell mennem Soonhoz, és hogyha ezt megismétlem nem tudom hány alkalommal, akkor leszedi rólam ezt az átkot. De igazából szerintem soha egy játékos se törődött még vele igazából, mert semmi jelentősége nincsen. Tehát ez a kicsiknek, a kis játékosoknak szerintem egy hatalmas izgalom, vagy nem is tudom micsoda, amikor ilyen különleges szörnyeket látnak itt városba. Most elmegyek arra a helyre, ahol legelőször láttam életemben ilyen dolgot igazából, GF-en. Hát, hogyha ott megjelentek, az valami pestis hordozó, vagy nem is tudom mi volt, az ilyen rohadt nagy egy rohadt nagy valami, meg nem tudom mondani mi, és akkor ilyen sok kicsi vacak jött ki belőle, ezen a területen volt egyébként pont, ahol itt állok, de úgy látom, hogy most nincsen. Hát, mindegy. Na, a következő küldi, amit meg szeretnék csinálni, vagy leszeretnék adni, az a kék kristály eszencia, amiről az előbb szó is volt. Automata ütéssel csináltam ezt a dolgot. Ugye beálltam Sohanra, elindítottam az autóütést, hát elég lassan gyűlik, de hát most igazából ennyi baj legyen, tehát igazából önmagától szedegeti a karakter, tehát nem panaszkodhatok, én mindig jobb, mint hogyha nekem kéne ennyit szenvedni. Kb. Hát az a baj, hogy tippelni sem tudok nagyon sok órát, egy 4 órát biztos bent hagytam farmolni, és az idő alatt ütött kb. 20 darabot, és ugye 50 darab sikeres kell, és úgyhogy ronthatja is, és hát ha nem is annyira sűrűen, hanem 10-ből 2-3-at ront, tehát végül is a BIOS-hoz képest ez egy nagyon jó arány szerintem. De sajnos félek, hogy lehet, hogy csak mákon volt, és amúgy sokkal rosszabb a siker. Most mindjárt kiderül, ugye 25 darab van nálam, ugye 10-et már leadtam, ugye még 39 kell, és meglátjuk, hogyha most megint leadok 10-et, vagyis hát, hogy 10 sikereset, akkor abból hányat fog elfogadni. Másodperceken belül kiderül. Hát nagyon örülök ennek az oroszlánnak egyébként. Na, közben mi méregkal árulnak itt 34 AK-t, mondjuk, ja, egész jó. Na, azt mondja, akkor 25 darabunk van, igen, lesz szeretném adni, még 41 kell, de akkor lesz, hogy összesen 10-et tudok leadni, akkor én benéztem. Ha 41 darab kellett még, akkor 42 volt, akkor abból 3 nem sikerült, 3 nem sikerült, ja. Oké, hát most zsinórba rontott egyet-kettőt, hogy van, akkor még 2 tudok leadni. És 36 darab kell, és akkor többen, ha. Akkor 36, 42 volt, akkor 6-ot fogadott el a 10-ből. Hát igen, ilyen majdnem 50-50, ilyen 60-40% körül van. Tudom, hogy a 50-50, 50-50. Hát kénytelen leszek szerintem, ma este is elmegyek majd automatával ütni egy kicsit, meg holnapi nap biztosan. Aztán hadd gyűjjön, mert hát igen, így azért, tehát még 36 darab kell, és 6-ot fogad el átlagba. Akkor az azt jelenti, hogy még satt per kb. 6 nap. És az 60 darab eszencia, tehát azért még azért igencsak farmolni kell majd. A következő küldi pedig, ja nem tudom még azt felvenni, ja, jó, oké, akkor nem, a videó témája nem a küldetések lesz, ugyanis teljesen el voltam én ájulva magamtól, hogy a Soonnak leadom a küldetést, és mehetek is tovább, de rájöttem, hogy a kék kristály eszenciás küldit kell megcsinálni ahhoz, hogy tovább lépjek, ugyanis a küldik javarésze Li Chungtól származik, úgyhogy ez nem jött be. Nem is tudom, mik vannak még. Nyílhegy, az felejtős. Nem mondom le, de nem sok esélyt látok, hogy ezt valahogy meg fogom csinálni. A friss ellátmány az a fényes tigris bunda. Na, ezt mondjuk megcsinálhatnánk a szörnykártyát. Szörnykártyázunk egy kicsit, mit szóltok. Remélem, hogy örültök neki. A CH1-en vagy... Nem CH1-en vagyok, akkor jó. Oké, na, miközben elmegyek, akkor fényes tigris bundát kell, megnézem a Yong Yi-t, ami egy medve, de fingom nincs, hogy ez hol van egyébként, majd megkeressük. Most direkt nem nézem majd meg a wikit, hanem megpróbáljuk megtalálni. Aztán remélem, hogy nem telik sok időbe. Addig elmondanám nektek, hogy történt velem egy incidens, ilyenre még nem volt példa igazából az én életem során, vagyis hát félig meddig, de volt, csak akkor még nagyon kis süttyó voltam. Hát igen, ez leesett. Egy banra gondolok, vagyis hát nem is konkrétan egy banra, hanem egész konkrétan a kontinuumos csoportból, a Facebook csoportból kivágtak. Ugye ez úgy történt, hogy elkezdtem privát szerveres tárgyakat hirdetni, ugye biztos emlékeztek még a posztomra,
hogy szeretnék cserélni Somniáról, Oldfastról, meg EODV-ről cuccokat, és úgy volt, hogy a legelső alkalommal egy posztomat ugye letörölték, közben nos, az a csodálatos helyzet állt elő, hogy nem elég, hogy ez a rohadt kliens bezárult, mellé még a videófevő is megszakította a felvételt, úgyhogy csak imádkozni merek, hogy jó legyen, és ne legyen feketesség, meg mindenféle hülyeség. Úgyhogy hát most nagy reményekkel tovább csinálom a videót, és majd utólag kiderül, hogyha ennek a résznek a végére érek, és megnézem vissza mind a kettőt, akkor jó lesz. Ahogy látom, itt lehet, hogy nincsenek is olyan tigrisek. Na szóval ott hagytam abba, hogy ugye biztos emlékeztek még a hirdetéseimre, hogy privát szerveres tárgyakat cserélnék ide, és én megosztottam ezt ugye videó formájában a Facebook oldalunkon és a Continuumos csoportban is, viszont én utólag olvastam el, és tudtam meg, hogy ugye a Continuumos csoportban nem igazán lehet privát szerveres tárgyakat hirdetni, még akkor sem, hogyha privát szerverről cserélsz a GF-re. És ugye tartja a mondás, vagyis hát a szabály, az íratlan szabály, hogy a szabályok nem tudása nem mentesít a felelősség alól, vagy valami nagyon hasonló szöveg, és ezt teljesen jogosnak tartom egyébként, ezért miután letiltott, vagyis hát miután rájöttem, nem hirdettem tovább a posztjaimat, de nem töröltem ki, majd gondolom a tagok, az adminok egyike kitörölte az egyik posztomat, én ezt ugye hát egy jelnek vettem, hogy akkor nem kéne erőltetni, nem is hirdettem továbbra sem, viszont törölni sem töröltem, és úgy érzem, hogy emiatt berághattak rám, ugyanis mivel nem töröltem a posztjaimat, ezért egyik nap csak azt vettem észre, vagyis hát 2-3 napig olyan gyanús volt, hogy nem nagyon posztol senki a Continuum csoportba, nagyon fura is volt egyébként, majd kíváncsiságból felnéztem, mondom, én mindig is szívesen olvasgattam a posztokat, hogy ki mit ad, vesz, van, aki poénokat, mindenféle sztorikat rakott fel engem, ezek mindig is érdekeltek, úgyhogy gyanús volt, hogy túl üres az egész. És akkor látom a csatlakozás a csoporthoz, és így nézem, majd nem mondom, tuti, akkor valaki berágott rám, és kivágott a csoportból. Majd elhatároztam, hogy ugye kértem egy újra ilyen bevételi kérelmet, vagy igényeltem, és hát elhatároztam, hogy ha még ha vissza is engednek, akkor tényleg nem fog többet privát szerveres tárgyakat se hirdetni, se semmi, ráadásul ki is törlöm a posztjaimat, de mire ugye visszaengedtek, azt hiszem még aznap este, vagy másnap, láttam, hogy a posztjaim, az összes posztom törlésre került, ami ilyen privát szerverekkel kapcsolatos volt, úgyhogy megelőzték a problémát, és ők megoldották helyettem. Úgyhogy, hát esetleg valamelyik admin nézi esetleg a videómat, akkor innen is köszönöm, hogy visszavettek, és igen, tanultam az esetből, nem leszek még egyszer ilyen hülye. És nektek is azt ajánlom, hogy ne nagyon próbálkozzatok e-félékkel, mert nem feltétlenül éri meg, ugyanis lehet, hogy ez még ugye nekem az első incidensem volt, ezért visszaengedtek, de gondolom, hogyha többedik lett volna, akkor nem fogadták volna ilyen jó szemmel. Na mindegy, erről ennyit, aztán ennyit. Most keressük meg a Yongit. Az, hogy most annyira leköti a figyelmem azt, hogy tényleg arra koncentrál, hogy nagyon remélem, hogy jó lesz ez a mostani videó, mert hogyha ennek is csíkos lesz az oldala, vagy valami nem stimmel most a leállás miatt, akkor nagyon-nagyon-nagyon nem lesz jó kedvem. De hát a legrosszabb esetben kivágom a képet, aztán csak hallgattok, hogy én rádióműsor leszek. Egyébként fingom nincs, hogy hol a Yongi, és lehet, hogy érdemesebb lenne egyébként megkeresnem Wikin, hogy pontosan hol van, mert céltanul bolyongani ez így elég gáz, úgyhogy gyorsan lecsekkolom. Szuper, na meg is tudtam, hogy hol van, hát én rohadtul esküszöm, szöges ellentétes irányba vagyok, mint ahol a Yongi van, ugyanis elméletileg a Yinhe területén található, ami a map legeslegalján van. Úgyhogy rohanhatok oda. Egyébként nagyon nem szeretném elhúzni ezt az egészet, mert igazából a lényegesebb dolgokat elmondtam, és én teljesen abban hitbe voltam, hogy tudok majd küldizni, emiatt is kezdtem el ugye a videót, tehát kicsit értelmét veszti az indok, úgymond. Ettől függetlenül remélem, hogy tetszeni fog. Leölöm még a Yongit, aztán mindjárt mondom nektek, hogy elvileg már csak az kell, igen, már csak ő kell majd, ez a medve, és akkor utána megnézzük, hogy milyen mobokat ad ki, és ha nem túl ritkák, akkor lehet, hogy még egy-kettőt megpróbálok megcsinálni. Viszont, hogyha ilyen mit tudom, brutális kapitány, meg hasonlók, amiket alapból úgy öldösnek, akkor azokat most lehet, hogy nem fogom erőltetni. Egyébként kíváncsi lennék a tapasztalatotokra, hogy aki rendszeresen csinálja a szörnykártyát, akinek már elég sok megvan, nektek egyébként mennyire éri meg? Tehát mennyire éri meg ezt csinálni, mennyire jó, hogyha elértél már egy bizonyos szintet, amikor magad mellé le tudod idézni, át tudsz változni, vagy ilyesmi, akkor az mennyire jó, mennyi idő alatt lehet elérni, és a többi. Tehát minden ilyen
ilyen feltett vagy fel nem tett kérdésre szívesen vagy fogadok választ, úgymond, hiszen érdekelne a dolog. Na most hát így megtalálni a Jongit, amikor majdnem ugyanúgy néz ki, mint az összes medve, egy kicsit érdekes lesz, de lehet itt a túloldalon van egyébként. Azt írta a Wiki, hogy a híd közelébe, itt is van. Majdnem minden nap itt jövök el egyébként, de nem gáz. Na, azt mondja, hogy szörnykártya, leütöttem, és akkor megbízás, vagy hogy van, gyűjt szörnykártyát. Be szeretném gyűjteni most, nem tudom ki az, aki nem szeretné begyűjteni egyébként. Megbízás elfogadása, és Bera, Scrofa és Lian, még jó, hogy a Lian mellett mentem el egyébként, de semmi gáz, a Scrofa az pont itt van. Most nem vágom, hogy itt hogy lehet előrébb lépni, tehát hogy van az, hogy jobb bombokat kapok, vagy most ezt nem értem, hogy van. Még néhány hely hiányzik, meg mit tudom én. Szóval ezt nem vágom, ezt a rendszert, abszolút nem értem ezt a szörnykártyát. Utána olvasni még nem volt kedve, mert annyira azért nem érdekel. De hogyha valaki esetleg tudja és van kedve leírni, akkor akár a legkisebb részét is kíváncsi lennék, mert olyan szinten érdekel, hogyha valaki leírja a saját szavaival, hogy mi a tapasztalata, csak úgy maga az elve az úgy annyira nem. Mi a fene? Ja, mi ez? Wow, és miért kaptam ilyet? És miért nem kaptam a Scrofáért is? Nem vágom most mi van. Ja, de hülye vagyok, persze jó. És ezt el lehet adni? Nem. Hát akkor felhasználom, hát miért ne használnám föl? Egyszerű, és most mi történt? Hozzáadtam egy ilyen valamit. De hogy előrelépés, vagy nem tudom, nem történik itt semmi. Kevés a regisztrált kártya, csere, kevés a regisztrált kártya. Innentől kezdve nem tudom, hogy mi a fene van. Finom, hogy ezek hogy működnek, vagy mint. Kazomat, hogy gyűjtem, hogy nyílt terep kártya megbízás. Megbízás kártya keverése, de hogy szeretném megkerülni, azt tudom mi ez. Csak 6 alkalommal lehet visszaállítani minden, egymást követő visszaállítás, egyre több visszaállító jegy kell. De hogy szeretném visszaállítani. Jó lesz, ez megkeresik a Liant, meg a Berát, aztán szétcsapunk köztük. Még ezt az egyet megcsinom, aztán nagyjából ennyi lenne a videó. Na, közben megint itt vannak a pajtásaim, ezeket gyorsan akkor lecsapom. Milyen gázt nem bírom leverni egy izéből, sárkányörvényből. Jó, hát nincs fönn semmi, tény, de akkor is. Na, csaljunk gyorsan oda. Elméletileg valahol, ha jól emlékszem, itt szaladtam el a Liam mellett, itt fent volt, de nem tenném rá a fejem. Lehet, hogy lejjebb volt. Még ezek szerint biztos, hogy lejjebb volt. Ja, itt van. Azért mondom, sejtettem én, hogy valahol láttam. Na, akkor ez is megvan. És akkor a Berát viszont nem láttam sehol. Úgyhogy az, ha itt van, akkor vagy eljöttem már mellette. Aha. Igen. Gondolom sokan észrevehettétek egyébként, mert tényleg szó szerint itt jöttem el mellette. Úgyhogy akkor lássuk is. Ez az meg is van. És akkor nem is tudom, azt tudom, hogy kell megnyitni. Jébetű. Na. Gyűjt szörnykártyát szeretném begyűjteni, Scrofát kaptam, fel is szeretném használni. Hoppá! Azt nézzétek! Már mapkettős mobok vannak itt. Aha, na, fekete vihar, Kyukyan, wow, Chong és Főork. Na bazeg, hát a Főorkot szerintetek mennyi eséllyel fogom tudni leverni? Tehát kb. Semennyi. Nem tudom, meg lehet keverni? Mi az a megkeverés? Nincs újrakeverő jegyed. Hát akkor azt hiszem, hogy ezt becumiztam, finoman szólva is. Köszönöm szépen a részvételt, akkor ennyi volt nagyjából. Meghagyom majd valamikor egyszer, amikor megint lesz 3 év múlva egy boss event. Na, nagyjából akkor ennyit terveztem ebbe a videóba, remélem, hogy tetszett. Ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel.